Hónapról hónapra emelkedett a tagok létszáma. Az embereket érdekelte, figyelték egyik a másikat, hogy hova jár ez, hú, milyen jó, hú, de happy, hogy már többet mosolyog, hogy nem olyan ideges, és hogy hova jársz, hogy csinálod. Tehát egymástól tanultak az emberek, és kíváncsiak voltak. Akik eljöttek, azok meg ott maradtak a klubba. Jól érezzük itt magunkat. Szép a környezet, jó programok vannak, így boldogabb az ember, hogyha ebbe a programba részt vehet. Az idősebb embereknek is igenis még kell egy kis boldogság, egy kis boldogságos érzés, egy kis pozitív energia, feltöltés a mindennapokban. Az idős betegeknek érdekes módon a hála téma a kedvencük. Ebben a boldogság programban a vidámság tetszik a legjobban, hogy mosolygós arcokat látok, és jó hangulatot, kedves embereket, szinte belülről jön az emberekből a szeretet. Olyan emberekkel dolgozom, akiknek arra van szükségük, hogy itt kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat, attól sírjanak, hogy nevetnek. Itt vannak még a fogyatékos gyerekek, akiknek szintén próbáljuk a boldogság programot behozni. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el. Most például a kórházban voltunk a gyerekek között, ahova szoktunk járni, és a meseolvasásnak nagyon örültek a gyerekek, és átmentünk az öregekhez, ahol fekszenek a kis öreg nénikék meg bácsikák, akik ugye ritkán látogatják őket, nagyon messze vannak a hozzátartozók. Bagdi Bella koncertjén megvettem a Boldogság óra könyveit, úgy tapasztaltam, hogy minden pontja, illetve minden lecke hittanórákon felhasználható. Azért ajánlanám a boldogságprogramot minden embernek, de különösen a keresztényeknek, hiszen maga a Szentírás is nekünk a örömhír, és itt a Boldogságklubban megtaláljuk egymásnak a dolgaiban, problémáiban is, és abból való fölállásban az örömhírt, illetve az örömet. Aki föláll, az is boldog lesz, és aki segíti a fölállásban a másik embert, az is a boldogságot tapasztalja meg. A polgármesteri hivatal azért döntött úgy, hogy a boldogságprogram mellé áll, és jó magam is alpolgármesterként, mert tudom, hogy a harmóniára törekvő ember tartós boldogságban, szeretetben szeretne élni. Itt az iskolákban is már elindult egy olyan program, hogy ezeket a boldogság programokat tanítják, boldogság órák működnek, azok a gyerekek sokkal toleránsabbakká váltak, segítőkészebbekké, és bátran merik a szeretetet kinyilvánítani a társuk felé. Ajánlanám a pszichológus kollégáknak is, olyan kollégáknak, akik az egészségügyben dolgoznak, szakembereknek, mentálhigiéneseknek, hogy vezessék ezt a klubot, és minél többen csináljuk. Ez olyan, mint egy szeretetlánc. Továbbadom, megy tovább, egymásra, kézről kézre, szívtől szívig, lélektől lélekig, és lehet, hogy a világ béke itt kezdődik. És azért ajánlom ezt a programot más városok polgármestereinek figyelmébe, mert ezzel összetudják fogni a település társadalmát, azt a szeretetet, amelyet szeretnének megvalósítani ezen a klubon keresztül, még sikeresebbé tudják tenni. Jó!